Pest is. A 17. század és az azt megelőző időszak legnagyobb csapása. A keleti vésznek is nevezett betegség Magyarországon már a tatárjárás utáni évben felütötte fejét. A 14. század Európájában pedig oly rettentő pusztítást okozott, hogy a kontinens lakosságának harmada mintegy 25 millió ember halt bele a gyilkos kórba. Később is a törökkel való állandó érintkezés folytán minduntalan nyakunkon volt ez a szörnyű rém. 1709. Rákóczi Ferenc dicső szabadságharcának végső összeomlása egyre közeledett. A nemzet ereje kimerült, nyomor és éhínség terjedt mindenfelé. Ráadásul a hosszú háborúskodás rémes kísérője, a Pest is, eközben halomra szedte áldozatait. Az egykori polgárság vallásosságának tanúi, a barokk művészet formagazdagságával büszkélkedő épületek egy-egy város monumentális díszévé váltak. Az egri német polgárság azonban nem csupán egy oszlopot, hanem egy kicsiny kápolnát emelt a pestis ellenvédő szenteknek, Rókusnak, Rozáliának és Sebestyénnek. április 17-én Zinzendorf gróf rendeletet adott ki, amely többek között megtiltja, hogy Eger Maklári Hóstya nevű városrészének lakói bárkit is befogadjanak házukba, még akkor sem, ha az illető rendelkezik útlevéllel. Sőt, még azok a helyiek sem léphetnek be engedély nélkül a városba, akik 10 napig máshol jártak. A házat, ahol Pest is mutatkozott, a hatóság emberei tüstént lezárták, a hozzátartozókat elkülönítették, az ágyakat pedig, amelyben a halottak feküdtek, azonnal elégették. 1738-ban Erdődi Gábor gróf püspökség alatt az egyház különböző intézkedésekkel vette fel a harcot a kórság ellen, a városi hatóságokkal karöltve. Nagy hangsúlyt fektettek a közegészségügyi tényezőkre, például arra, hogy hová temessék a Pestisben meghaltakat. Az feltételezhető, hogy az almagyar község temetőjét magaslati helyzeténél fogva nem tarthatták alkalmasnak erre a feladatra, tekintve, hogy tőle délre és nyugatra a közvetlen szomszédságban házak, házsorok voltak. A Szent Rókusról nevezett, ma már használaton kívül lévő, lezárt temető minden valószínűség szerint megvolt a török hódoltság alatt is. A temetőhöz tartozó, egyszerű kialakítású kápolnát 1714-ben fejezték be. Az épület szerkezetét érdekessé teszi, hogy négyszögű hajójához 3 karélyú szentély csatlakozik. A német polgárság által fogadalomból állított kápolna harangjait 1732-ben öntötték. A szentély egykori oltárképe Krisztust ábrázolja a feszületen a gyászoló szentnőkkel és Szent János evangélistával. Az alkotás ma az egri érseki palota látogató központjában tekinthető meg. A kápolna régi kriptájának bejárata a hajó közepére nyílt. Amikor megtelt, 1756-ban a kápolna körül, patkó alakban új kriptát készítettek. A feljegyzések szerint Eger történetének vezető alakjai pihentek benne. 100 év sem telt el azonban, 1870 táján a városi orvos szorgalmazására a kriptát kiürítették, a maradványokat pedig ismeretlen helyen jeltelenül elhelyezték. Talán a kápolnához közeli nagy kőlap alatt pihennek-e holtak?
Az 1780-ban kelt kanonika vizitáció részletesen ismerteti úgy a temetőt, mint a Szent Rókus vagy Szent Sebestyén kápolnát. Megemlíti, hogy kriptáját 1771-ben zárták le, s valóban a kápolna alatti kripta rész ma is elfalazott. A kápolna külső fala mellett kifelé úlakban meglévő kripta teljesen használaton kívül van. Az épület északnyugati sarka előtt egy terméskőből faragott, hatalmas feszület áll. A belésett évszám szerint 1775-ben készült, a kriptával egy időben. A hajlított körvonalú, virágfüzéres rokokó talapzaton magasodik az egyszerű tömörkereszt, rajta a megváltó. Az alak erőteljesen kidolgozott formái oly gyakorlott művészi kézre vallanak, hogy ez a feszület Eger legbecsesebb emlékművei közé sorolható. Régi főjegyzésekben a kápolna és a kereszt mellett lévő temető német temető néven szerepel, s valóban sokan nyugszanak itt a 18. századi Eger neves patrícius családjaiból. A 20. század első felében Meyer Béla prépost kanonok az egyházközségi tanácsával egyetértve gondoskodott a kápolna külső tatarozásáról. S valóban ez a kápolna megérdemli, hogy hozzáértő, szerető gondozásban részesüljön, hiszen a török világ óta ez Eger városának legrégibb egyházi épülete. Szmrecsányi Miklós így ír a helyről. Ott a magasban a hétköznapi élet zajongása és nyüzsgése felett, gyönyörű tájképi környezetben, a földön túli lelki elmélyedésre alig lehet szebb, hangulatosabb helyet elképzelni. Úgy, mint a hegyvidéki olasz városok közt van olyan, ahol land és lejtő felületén sorakoznak a lakóházak, s felettük a tetőn, az égben nyíló ciprusfák között van a Campo Santo. Kifehérlő kápolnája koronázza a város képét, és ébren tartja a lakosságban a feltámadás vigasztaló, magasztos gondolatát.